Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az Erkel Ferenc Művelődési Ház stream szerdáján. A Kálliópé színjátszó kör Karantén Szellem című előadását láthatják, fogadják nagy szeretettel. Biztos, hogy itt maradhatok? Biztos, hát. Anyáék elutaztak. Nem jönnek haza? Tudta, hogy valahol karanténba ragadtak. Nem aggódsz miattuk? Minek? Apa egész nap sok játszmákat fog nézni, hogy végtelen partikat játszik önmagával. Anya meg minden függöny nagyibe kerülni fog, hát a kis sertet lapul mögötte. El lesznek a karantén végéig. Akkor jó. Anyám még úgy tudják, albérletben vagyok. Itt fogsz lakni a szobámban. Hát olyan könnyen kapható vagyok? Nem hiszem azt. Biztos? Biztos. Nem fogsz rám unni, Hugo? Rád unni? Lehet, hogy hónapokig leszünk itt. Hatti? Aj, a nővérem, el is feledkeztem róla. Ahogy mindig. Kik ezek el? Ki ez a csaj? Hortenzia, a barátnőm diáklány. Ki ez a pasi? Lajos, a barátom. Egyébként mit akartok itt? Ugyanazt, amit te a pasiddal. Aha, értem. Na szóval, öcskös, mondom a játékszabályokat. Ti ketten a ti szobátokba fogtok lakni. Mi ketten az én szobámban. Nappali, konyha, fürdőszoba, WC közös. Anyáik szobája tabu. Rendben. Lajos egyetemista és sapkozó. Van elég kaja? Van, hát apáik teli hűtőt hagytak. Úristen, nem hiszem el, anyáik azok! Mi? Úristen, hogyha Lajost itt látják, engem megölnek! Hát Hortenziának se fognak! Gyorsan, menj be a szobába! Nem láttam! A szekrénybe! Szállj az ágyalás! Sies! Gyorsan, bújj be! Úristen, most mit fogunk csinálni? Nem tudom, mit csinálni! Szervusztok, drágáim! Szervusztok! Megjöttünk! Na végre itt van. Hogy érkeztetek meg, anya? Megszöktünk! Micsoda? Megszöktünk a karantén alól. Ja. Itthon mégiscsak jobb karanténbe esni. Szervusz, apa. A nevem Homár Hümér. A fiad az! Ó, bocs, túl sokszor kellett bemutatkoznom. Úgy se értette az senki. A pincér az étterembe értette. Akkora adag Homárt hozott apátoknak, hogy lemerült tőle a devizaszámla! Kocsék íze volt. Akkor miért tetted meg? Hát tegye meg azt a mosadékot, hogyha már annyi pénzt költött rá! Válók! Mi? Ki a fene az? Szabad! Homár család? Igen, a nevem Homár Hümér. Hányan tartózkodnak a lakásban? Négyen. Én, a feleségem, meg a két gyerek. Mindenki itthon van? Igen. Rendben, igazolványokat kérek. Felírom az adataikat. Az olasz hatóságok értesítettek bennünket az önök hazajöveteléről. Tájékoztatom önöket, hogy ennek a háznak minden lakója 2 hét hatósági karanténba kerül, a lakást nem hagyhatják el. A lépcsőházba kimehetünk? Nem, kérem a lakás kulcsait. Na de kérem! Mit képzel? Önök megszöktek az olasz karantén elől. Nem indítunk eljárást, de ügyelnünk kell rá, hogy önök ne hagyhassák el a lakást. Azonnal írja össze, hogy mire van szükségük 2 hétig. Munkatársunk majd ezt a csomagot zárt nejlonzacskóban az ajtón belülre teszi, utána ismét bezárja az ajtót. Önök kerüljenek minden érintkezést, és olyankor ne nyúljanak az ajtó közelébe. És tegye el ezt a telefonszámot. Ezt a számot kell hívniuk, ha bármire szükségük van. Főleg, ha valamelyikük rosszul érzi magát. Azonnal írja össze, mire van szükségük 2 hétig. Anya, a sok kaját írjál, nagyon éhes vagyok. Anya, mindennek a kétszeresét fel, kérlek, kóros zabálhatnékom lesz. Nem fogtok ti nekem elhízni a tétlenségbe. Nem is ez van. Mit pusmogtok? Vézet már? Semmit. Már is. Igyekezzen. Tudja, Olaszország teli van kísértetekkel. Itthon legalább olyan komolyan veszük a karantént, mint ott. Rengeteg kísértetet láttam, és majdnem olyan rondák voltak, mint maga. Ide a papírral! Jó!
A karantén bármilyen megszegése súlyos következményekkel járhat. A bírság akár 5 millió forint is lehet. 3 millió forint? Anya, ülj le! Rendszeresen ellenőrizni fogjuk a karantén. A felírt dolgokat munkatársunk zárt nejlonszatyorban fogja az ajtón belőre tenni, utána ismét bezárja az ajtót, csak akkor nyúljanak hozzá, amikor kollégánk már elment. Elnézést! Mit akart? Elnézést! Kérem mindenek a kétszeresét legyenek szívesek felírni, nagyon fontos! Ne hallgasson rá, kérem távozzon! És tartsák a szabályokat! De apa! Kevés lesz a kaja! Legfeljebb koplátok. Nem már! Én rendelek, én fizetek. Na, emerencia, a sok táblámat. Hol van? Hugo szobájában. Azt hiszem, a szekrényben. Már is az... Nem menj, anya, nem kell. Mondom, már is nem menj, de anya, ne. Hugo. Szellem, sikító szellem! Mi van? Szellem van a szekrénybe, sikító szellem! Meg fog minket enni! Aha. Nem kell a magyarázatot, elég anyád is. Szellem van a szekrénybe, sikító szellem! Meg fog minket enni! Férfi? Nem, nő! Nő! Csillapodj, emerencia! Nem ott van, hanem Helga szobájában. Az ágy alatt. Nem, biztos nincs ott. Anya, állj meg! Anya, nincs ott semmi! Van egy kislányom! Valamit rejtegetsz előle? Mert ugye tudod, hogy általában mindig itt van a saktáblám kikészítve. Hogyha ne talántán, sakkozni lenne kedvem. Jobb is, nem vagy ott, lehet még egy szellemet talált. Szellem, ott van az ágy alatt! Még egy szellem? Szellem van az ágy alatt! Ott van az ágy alatt! Még egy szellem, 2 percen belül a második. Ráadásul férfi! Férfi... Ott van az ágy alatt! Ott van az ágy alatt! Szóval férfi szellem. Apa, megmagyarázom. Nagy és erős, meg fog minket enni! Nincs lázad. Nem vagyok hülye! Nem is mondtam. De én nem vagyok hülye, ott van az ágy alatt, nem vagyok hülye! Jól van, le kéne pihenned. De nem vagyok hülye. Szerintem olyan karantén szellem. Mi van? Hát karantén szellem. Olyanról én is hallottam. Na milyenről? Hát karantén szellemről. Általában karantén idején a karantén... Szóval karantén szellem van a házunkban. Igen. A tudomány még nem igazolta, de nem is cáfolta. Szóval a te szekrényedben egy női szellem van, a te ágyad alatt meg egy férfi. Nem tudom, miről pusmogtam, de én nem vagyok hülye! Nem, te nem. A karantén szellem volt. Figyelj, Helga, vidd el anyukádat a szobájába is, addig ott maradsz, ameddig el nem alszik. Gyerünk, induljatok! Apa, de nem vagyok hülye. Nem vagy hülye, karantén szellem volt. Mostanában vannak karantén szellemek, igen. Nem vagyok hülye. Sajt a karantén szellem. Szóval, a te szekrényedben egy női szellem rejtőzik. Apa, én... Nem kell a magyarázatod. Kérlek szépen, menj el, mert épp egy sakkpartira készülök Ayazin úrral. Kivel? Alexander Ayazin a múlt század elején még nagy sakkozó volt. Na, menj már innen! Fontos vendégünk van! A nevem Homár Hümér. Nem, ez nem jó. I am Homár Hümér. Nem, my name is Homár Hümér. Ez sem az igazi. Ich bin Homár Hümér. Örülök, hogy itt van a szerény kis otthonomban, Herr Ayazin. Felállni! Csupán egyetlen parti kedvéért fárasztottam ide. Horváth! Leülni! Remélem nem veszi udvariatlanságnak, hogyha én leszek a világos. Maga másodhúzóként is remek eredményekre képes! Köszönöm előre is a játékot, Herr Ayazin. Nem tudom, hogy mondják oroszul, hogy úr, talán Guspudin. Ebben nem vagyok biztos. Maradjunk a hernél. Na, kezdjük is a játékot. Nyitó lépésem...
gyalog. Megtisztel, hogy vállalja a nyílt megnyitások védelmét velem szemben. Remélem nem vesz izokon, hogy a spanyol megnyitások vizeire terelem a partikat. Meglepő, hogy maga ismeri a spanyol megnyitások főváltozatának minden ágát, bogát. 30-40 lépésig. Ezért eltérek, ütök. Ó. Hát persze, megbosszult azt a nyambat gyalogot. De ön a 21. században már elég gyönge sakkozónak számít, Herr Ayajin. Annyit fejlődött a játék, hogy már labdába se tudna rúgni. Na de! Nyerése állok, Herr Ayajin. Ha felóhajtja adni, én eltekintek a formaságoktól. Egy kéznyújtás éppen elegendő. Nagy vonalú ember vagyok. Ne csüggedjen, Herr Ayajin. A maga korában még valaki volt. Ma már senki. Az evolúció, Herr Ayajin. A könyörtelen evolúció. A sosem. A 20. századi zsenik ma már a középszerre se volnának képesek. A következő lépésben mattot adok. Mi? Hát nyerésre állok. Mi? Hát ez még az nem tudtam, milyen közel vagyok a matthoz. Hát egy... Valamit lépnem kell. Nem. Maga egy könyörtelen gyilkos! Egy gátlástalan! Könyörtelen gyilkos! Hát nem is tudtam, milyen közel vagyok a matthoz. Hát persze, hogy mattot adott nekem. Mattot adott nekem! Mattot adott nekem! Mattot adott nekem a saját lakásomba? Egyébként is kicsoda vagy te? Ha! Válaszolj csak! Apa, ki vagy te? Ha! Ott a karantén szellemed. Kisfiam, a te szellemed hol van? Hozd csak ide! Azonnal! Gyerünk, szaporán! Gyerünk! Haladj már! Na, ott van a szellemünk. A szekrényből. Kik vagytok és mit akartok? Anyám, megmagyarázom. Azt hitték, nem fogunk hazajönni Olaszországból. Ezért még számolunk. És veled is. Szóval ti vagytok a karantén szellemek. Ha-ho! Szóval hol vannak? Szellemek? Mi az, hogy szellemek? Maga normális? Nem, a homár hőmér vagyok. Tudomásunkra jutott, hogy önök megszegik a karantén törvényeit. 10 perc múlva egy bizottság ellenőrzi magukat, a megyei tiszti főorvos úr vezetésével. Készüljenek! Gázban. Eléggé nagy. Na most az a kérdés, hova rejtsük el a karantén szellemeket? Vajon hová?